A keringés. A keringési rendszer központja a szív, mely a mellüregben foglal helyet a két tüdőfél között, az úgynevezett gátorüregben. A szív fala három rétegű. Kívülről befelé haladva először egy vékony szívburkot találunk, majd a szívizmot, legbelül pedig a rugalmas szívbélhártyát. A szívizomszövetet alkotó izomrostok erős, gyors összehúzódásra képesek, és nem fáradékonyak. A szív tartja áramlásban a vért a keringési rendszerben. Összehúzódásaival vérnyomás különbséget alakít ki a szívből kiinduló artériák és a szívbe vezető vénák között. A keringési rendszerben a vér a fizika törvényeinek megfelelően a nagyobb nyomású hely felől a kisebb nyomású hely felé áramlik. Az emberi szív négy üregű, a pitvarok vékonyabb, a kamrák vastagabb izomzatúak. A vér egyirányú áramlását a szívben található billentyűk biztosítják. A pitvarok és kamrák között a vitorlás billentyűk, az artériák kilépésénél zsebes billentyűk találhatók. A szívciklus. A szívműködés ismétlődő szakaszokra, szívciklusokra tagolható. A szívciklus első ütemében a pitvarok megtelnek vérrel, majd összehúzódnak. A vérnyomás növekedése miatt megnyílnak a vitorlás billentyűk, és a vér a kamrákba áramlik. Ezt követően a kamrák húzódnak össze. A billentyűk lemezei alá nagy nyomással áramló vér bezárja a vitorlás billentyűket. A növekvő vérnyomás miatt ugyanakkor kinyílnak a zsebes billentyűk, és a vér az aortába, illetve a tüdőartériába áramlik. Az artériába jutott vér belefolyik a zsebes billentyűk tasakjaiba, amelyek egymáshoz simulva megakadályozzák a vér visszaáramlását, amikor a kamra elernyed. A billentyűk tehát szelepként működnek, és a vérnyomás mozgatja őket. A jobb és bal kamra minden egyes összehúzódásával azonos térfogatú vér továbbít a kis és a nagy vérkörbe.